Izgalmas napnak nézünk elébe ma a kelet-európai piacokon. Már reggel a CSZ közé tette gyors jelentését. A számok a vártnál egy picit alacsonyabbak voltak, de a CSZ 35 korona helyett 40 korona osztalékot fog kifizetni, és az osztalék kifizetési hányadot is felemelte a korábbi 50-60%-osról 60-80%-ra. A 40 korona osztalék 73%-os osztalék kifizetési hányadot jelent, és jelenleg a legattraktívabb Európában. A kelet-európai részvények számára rendkívül fontos az MSCI Index szokásos féléves átsúlyozása. Este 10 óra után fog érkezni a hír, de csak a május 29-i pénteki kereskedés zárószakaszában várunk a változásokra. A Magyar Telekom várhatóan nem kerül be az indexbe, bár piaci kapitalizációja erősen megemelkedett. Az O2 ugyanakkor Csehországban valószínű kikerül az indexből, mi azonban arra számítunk, hogy erre inkább az őszi átsúlyozáskor kerül majd sor. A harmadik fontos esemény este 6 órakor a Magyar Telekom első negyedéves gyors jelentése. Elsősorban arra fogunk figyelni, hogy a mobil és az adatforgalom ismét kompenzálhatta a fix forgalom visszaesését. Ugyanakkor nagyon fontos lesz, hogy a cég képes-e megtartani 2015-ös korábbi terveit az EBITDA, illetve a nettó eladósodottság tekintetében. A Magyar Telekom elemzői konferenciájára szerdán délután 3 órakor kerül sor, itt majd fokozottan figyelünk, hogy az adócsökkentésekről, illetve az osztalékról lesz-e szó.